他们。Doktor úr, mi van a kezedben? Miféle hód? Ez csak a látszat, a felszín. De ha lejössz velem a mélybe, akkor megtudod, hogy... Ha te lejössz velem a ház elé, akkor meg te tudod meg! Itt nem akarok vért folyatni, doktor úr, mert te leszel az áldozat, és akkor nem lesz, aki a sok vért elmossa. De én előre szóltam, hogy senki nem merjen a hódomhoz nyúlni, mert akkor felébreszti bennem az alvó cickányt! Nézz a szemembe, te szerencsétlen! Nézz a szemembe! Nézek! Nézek! Most kövesd az ujjamat, most kövesd a szememet, most kövesd a fülemet, most mondd utánam, te nem jártál itt. Az teljes magyar nációs értve érezhetné magad, ha ebben a könnyasztatta piros-fehér-zöld búzakalasz lengető medencében nem lenne kísérte. Az első lépés aranybogaraim, hogy ne használjunk csúnya szavakat, főleg ez rátok vonatkozik, rapper Maci. Én vagy olyan választékosan fogok beszélni a nemzetnyelvek kölcsei után egyenes, hogy az angol királyi család is hozzám jár majd nyelvgyakorlatra. És kedves nézőim, Anikónak is nagyon vigyázni kell a szájára. Te vigyázz a szádra, bozontos szemöldök! Én nem szoktam csúnyán beszélni. De szépen sem, aranyom, szépen sem. Hát valahányszor bevered a fejed, ami az én becslésem szerint egy nap legalább 15-ször bekövetkezik, persze minden órában. Mit agadás, hogy úgy mondjam, ellenszólod magad? Mit csináljak, ha ebben a lakásban minden olyan alacsony? Főleg az itt lakók intelligencia szintje. Most nem mondtam csúnyát, anyuci? Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtett, hogy itt jártál. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtem, hogy itt jártam. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtem, hogy itt jártam. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtem, hogy itt jártam. Jé, itt még nem jártam. Doktor úr, mi van a kezedben? Javaslom, hogy hosszú puska is gyarazkodjon négy kézláb, mint ahogy a Jani bátya mostanában. Úgy nem somja be a fejét semmibe. Megszavaztuk. Anikó gyöngyöm, négy kézlábra le! Most! Istenem, ezt az arcot már láttam valahol. Na, akkor már csak a Doki Macit kell helyre raknunk. A Doki mindig olyan csúnyán beszél. Az nála az orvosi kúra része. Na, most nem mondtam csúnyát. Nem azt mondtam, hogy kúr-a, hanem hogy kúra. Igen, a Csernus Doki orvosi megfontolásból beszél nem szépen. Tényleg, hol van a Doki Maci? Vele is beszélnünk kell. Mit keresel? Annyit már megtudtam az egyik boszorkánykönyvből, hogy azért maradt itt, mert sok érte. Mi volt neki sok? Te aranyom, te biztosan, mert te már nekem is sok vagy, pedig nekem sokkal nagyobb a szakító szilárdságom, mint egy elhunytnak. Én ugye az Ádámot is kibírtam, nem beszélve a Tóth Gabiról, meg a Dorináról, de te vagy azon fizikai tételnek a bizonyítéka, mely szerint a sötétség gyorsabban terjed, mint a fény! Nem értem, kedves nézőim. Hát pont erről beszélek, aranyom. Ami pedig a nénikédet illeti, már sejtem, hogy mi történt. A végcél, hogy eltávolítsuk innen. Erre keresek megoldást, tudod? Úgyhogy, ha most lennél szíves, és befognád azt a diadalív méretű szádat, hát azt nagyon megköszönném. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejted, hogy itt jártál. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtem, hogy itt jártam. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtem, hogy itt jártam. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtem, hogy itt jártam.
Itt még nem jártam. Én csak azt kezdeményezem, drága Jobbik barátom, hogy szeretném oltani valami olyan folyadékkal a szomjúmat, mely több alkoholt tartalmaz, mint egy pohár tej. Tejet kérsz? A sört add ide már, mert szétrugom azt a szaros seg***et, faze. Csak négy kézláb, csak négy kézláb. Így nem történhet semmi baj. Csak az a baj, hogy volt egy birkózó barátom, a Gyula, az is mindig békába küldött le, és ezért váltunk szét annyi boldog nap után. Rögtön másnap, hogy találkoztunk. Csá! Akarom mondani. Irgumburgum, jó reggelt, fiúk! Hogy szolgál a kedves egészségetek? Jó vagyunk, vaze, csak kezd az idegeimre menni ez a választékos beszéd. Csak annyit mondj még nekem, tesókom, hogyha ez a tantika mindenre üt, ami csúnya szó, akkor miért nem egyeli le a képedet soha, amikor vazet mondod? Azért, vaze, mert az ő idejében még nem létezett ez a szó, és nem tudja, hogy ez is ugyanolyan káromkodás, mint a többi. Jól átvertem a kísértet, asszony, mi vasz? Most kövesd az ujjamat, most kövesd a szememet, most kövesd a fülemet, most mondd utánam. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtett, hogy itt jártál. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtem, hogy itt jártam. Amint becsukódik ez az ajtó, elfelejtem, hogy itt jártam. Jé, én itt még nem is jártam. Eurika! Megvan! Itt van. Amennyiben a szellem közöttünk marad, az azt jelenti, hogy már soha többé nem tud visszatérni a galaktikus létbe. Ezért mondjuk el a varázsigét, melynek következtében a szellem lélek egy nemrég elhunyt testbe költözhet, így módon távozni fog körünkből. Adj ide gyorsan a kezed! Jól van, már leveheted a szádról a kezed. Mondd utánam. Lélek, lélek, szállj el innen. Lélek, lélek, szállj el innen. Legyen más test lakásod. Legyen más test lakásod. Halekulla, szerteny innen, kutimedi barátod. Mit jelent az, hogy barátod? Tünde, tündér, pont ezen vagy kiakadva. Nem mindegy az neked, mondd már. Halekulla, szerteny innen, kutimedi barátod. Miféle hód? Ja, hogy ez? Annyira megijedt szegényetől, a hatalmas rengéstől, hogy a karomba kaptam és behoztam ide. Adúszkáljon egy kicsit a kacsával együtt. Mindig tudtam, doktor úr, hogy ebben a házban csak egy rendes ember van, és az te vagy. Persze rajtam kívül. Pintyőke, drága pintyőke! És még a farka sincs letörve. És hogy sikerült megszabadulni Luizi tántitól? Nem volt nagy ördöngőség, aranybogaraim, akinek ekkora libidója van, hogy az még a holdról is látszik, annak egy ilyen kis problémát nem nehéz megoldani. Ahogy a művelt szanszkrit mondja, consum blende, tuti ende, vagyis minden jó, ha a vége jó. Eltűnt a szellem, meg lett a fódom, és gangster úrék is nyugodtan káromkodhatnak tovább. Hát éppen ideje volt, vaze. Már a tököm is tele volt ezzel a választékos beszéddel. Még egy jó kibaszott kúranyát se tudtam mondani. Basz meg, Ökomuki, megharapott a hódod! Igen, a nagy várrengés után valahogy nem szereti a csúnya beszédet. Nem szereti a csúnya beszédet.